Azoknak az ingázóknak, akiknek pénteken karantént rendeltek el, tegnap e-mailben kellett jelentkezniük, hogy hatályon kívül helyeztessék a karantén elrendeléséről szóló végzést. Ehhez csatolniuk kellett a szóban forgó papírt, a munkáltatói igazolást, amelyet nem kellett lefordítani, és a szerbiai lakcímüket igazoló dokumentumot. Erről tájékoztatta a közvéleményt vasárnap délután közösségi oldalán Pásztor István, a VMS elnöke. A jelentkezések alapján az illetékes szervek hatályon kívül a karanténról szóló végzést. Kozsán Mónika is férjével együtt pénteken, az első újból ingázós munkanapja után házi karantént kapott a szerb határon, hétfő reggel viszont gond nélkül elmentek Horgosról Szegedre dolgozni egy öntödébe. Annyit mondott reggel a szerb határon a könyvkezelő, hogy mehetünk, ki vagyunk törölve a rendszerből. Munkába menet és hazajövet az ingázó munkavállalóknak a munkáltatói igazolást, illetve a szerbiai lakcímet igazoló dokumentumot kell felmutatnia. Ez lehet személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány is. A szerbiai munkaközvetítőtől semmi nemű papírra nincs szükség. A hajdújárási Paunovics Natália is Szegeden dolgozik, külkereskedelmi üzletkötőként. Amikor lezárták a határt, ott ragadt. Magyar munkáltatói papírjával most ért haza először, innentől majd ismét ingázik. Karantént kapott, nem kapott? Nem. Ez ingázóknak nem jár. Mészáros András Királyhalomról a Mórahalmi gyógyfürdőbe jár dolgozni. Hétfő reggel csak a munkáltatói papírját ment át elintézni, 10 perc alatt átért a határon. Nem szabtak ki neki sem házi karantént, amikor visszatért a szerb határra. Következő naptól minden nap ingázás? Így van, igen. A gyógyfürdő még nem dolgozik, de a hónap végén, szóval május végén beindul, úgyhogy karbantartási munkákat fogunk végezni. Tehát a továbbiakban minden a határtól legfeljebb 50 kilométerre élő ingázó, aki rendelkezik munkáltatói igazolással, nyugodtan átmehet a határmenti településekre dolgozni. Azzal viszont mindenképpen számoljanak az ingázók, hogy a Szerbiába való hazatéréskor alapos vizsgálaton esnek át, így akár több órás várakozásra is számíthatnak.